Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, emberölés miatt indított nyomozást a Jászlikun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 22 éves jászladányi férfi 2021. december 30-án a délelőtti órákban előzetes szóváltást követően több készszúrással megölte feleségét, majd az elkövetés eszközét megpróbálta elrejteni. Az egyenruhások elfogták, és a megyei rendőrfőkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, aki kihallgatásakor beismerő vallomást tett. Az ügyben most igazságügyi szakértők meghallgatására és iratismertetésre került sor a szolnoki törvényszéken.